János, itt vagyunk a méhészetedben éppen. Mit fogunk megnézni? Hát éppen csak rápillantunk a családra, hiszen a mai nap nincs valami kedvező idő. Viszont megnézzük azt, hogy milyen állapotban van a család. Tegnap kaptak egy kis szirupot, ez ilyen úgynevezett serkentő etetés, hogy folyamatos hordást stimuláljunk a családnak, és akkor, ha van folyamatos hordás, akkor az anya is folyamatosan petézik. Uh-huh. Ebben a hűvös időben éppen, hogy csak járnak. Mennyi van egy ilyen kaptár, vagy családilag? A fő hordásra, ami az akác, akár 60 ezer egyed is lehet. Hát ez egy mézes keret. Az azt jelenti, hogy jó, igaz? Ami hát már le van fedölözve. Hát ez még az őszi méz, a téli méz, illetve hát itt a etetés során ugye ők raktározzák a sejtekbe a szirupot, amit majd ugye folyamatosan felél a család. Tehát táplálják a fiasítást is, illetve hát nyilván önmaguknak is szükségük van élelemre. Hát igen, ez már egy fiasításos keret. Az, ami ez a sötétebb barna. Igen, ebből fognak kikelni a méhecskék, a fiatal méhecskék. Ami ilyen fehér, nem tudom, hogy mennyire látható, az még nincs lefedve, az a fiasítás. Azok álcák, hát abból is méhecskék fognak majd kikelni, azt 9 napos korban fogják lefedni a méhek, ilyen viaszfedéllel, és akkor ebben a viaszfedél alatt bábozódik be ugye a lárva, és utána 21. napon fog kikelni a méhecske ebből a fiasításból. A méheknek azért van egy úgynevezett életciklusa, tehát nem egyből fognak termelő mévé válni, igaz van egy technológia méhészetben, főleg akáckor alkalmazzuk, hogy ezeket a fiatal méheket is munkára fogjuk, de az alapeset igazából az, hogy az első néhány napban kaptáron belüli munkát végeznek, takarítják a sejteket, a fiatal egyedeket, az álcákat táplálják, és majd fokozatosan kapcsolódnak be a termelésbe. És hát, ahogy említettem, vannak technológiai fogások, amivel arra ösztönözzük őket, hogy bekapcsolódjanak a hordásba. Hát itt egy kellő fiasítás látszik, az imént láttam, tehát ez egy zárt fiasítás, ebből nem sokára kelnek a méhek. Itt ha megnézed, akkor már rágják ki magukat, ők már most születnek. És tavaly milyen volt egyébként, mennyire voltatok elégedettek? Tavaly nagyon el voltunk keseredve, megmondom őszintén. Repce viszonylag egy ilyen gyenge közepes lett, de nem emiatt voltunk elkeseredve, hanem amiatt, hogy az akácot többször is érte fagykár. És hát mindenki kereste azokat a helyeket, ahol kevésbé volt fagyott az akác. Hát Magyarországon körülbelül 5 megye volt, ahol tudtak gyűjteni a méhek az akácról, a Tiszától keletre, tehát a mi tájegységünkön. És hát hál' Istennek a várakozáson felül volt, hiszen arra számoltunk, hogy nem lesz akác, de mégis lett valamennyi mézünk. Ezzel ellentétben a Tiszától nyugatra pedig hát alig pergettek a méhészek akácmézet. Elég elhúzódott a tavaszunk, és hát ez meg is látszott mondjuk a napraforgón is, mert ugye a napraforgó meg az akác között
minimális időszak volt ahhoz, hogy a méhészek az akácon esetleg legyengült, hogy lerajzott családokat rendbe tudják hozni, tehát az is egy közepes termés adott. Ugye március is elég hűvös volt, hideg volt, igazából külső virágporforrás nem volt, majd március 25-ét követően volt egy kis jó idő, amikor ki tudtak már menni és komolyabb mennyiségű virágport begyűjteni, aztán megint jött egy lehűlés, aztán felmelegetés, most megint lehűlés van, aszály van, tehát ők folyamatosan, amikor csak tudnak, ugye kijárnak, és a szükséges virágport vagy nektárt begyűjtik, ha tudják, ha nem, akkor meg pótolni és segíteni a családot ahhoz, hogy megfelelő kondícióban legyen. No, a helyzet jelenlegi tükrében mire lehet számítani, és egyáltalán mi újság most a méhészet ágazattal kapcsolatban, hiszen van itt háború, infláció, Covid volt, mit tudom én. Igen, hát igazából sújt minket is ez a jelenlegi helyzet. Ez az infláció nyilván azok alapanyagok, üzemanyag, stb. Nekünk is többletköltséget jelent. Mészpiacot illetően, ugye, annyit tudok mondani, hogy az ukrán helyzet miatt az onnan beáramló méz, az most jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy kevesebb lesz, tehát a piaci helyzetünk talán jobb lesz, de hát így előre megjósolni semmit nem tudunk, hiszen a Magyarországot megtermelt méz 75%-a az külföldön kerül értékesítésre, és a külföldi felvevő piacnak a gazdasági helyzete fogja azt meghatározni, hogy egyáltalán mennyit ajánlanak a mi megtermelt mézünkért a jövőben.